Sziasztok! Ma ismét a kertemben köszöntelek benneteket. Tavasz van, de a sok eső hatására a kertem topzódik. Egy dolog azonban mostanáig hiányzott belőle. Mégpedig egy igazán szuper dolog, ami egy természetes kertből nem hiányozhat. Egy rovarhotel. A természetes kertek nem csak gyönyörűek, de fontos szerepet játszanak a biodiverzitás és az ökológiai egyensúly fenntartásában is. Számomra az egészséges és természetközeli kert kialakítása nem csak kikapcsolódás jelent, hanem fontos területe a környezettudatos és zero waste életmódnak. A kertemben évről évre arra törekszünk, hogy minél dúsabb, sűrűbb és változatosabb legyen. Legyen helye benne a legkülönfélebb élőlényeknek. Sok év tervezgetés után most pedig végre elkészült a rovarhotelünk is. A rovarszálló célja, hogy menedéket és fészkelő helyet biztosítson a rovaroknak, különösen az olyan hasznos rovaroknak, mint a beporzók és a rovarevők. A rovarhotel azonban nem helyettesíti a természetes élőhelyeket és az ökológiai sokféleséget. Azaz elég csekély sikert fogunk elérni egy olyan kertbe helyezett rovarhotellel, ahol a pár tuján kívül csak rövidre nyírt gyeppel találkozhatunk. Ugyanakkor szuperül támogathatja egy gazdagon beültetett kert élővilágát, és segíthet a rovaroknak túlélni. A zajos települések, a környezetszennyezés, a fényszennyezés következtében egyre kisebb helyen találnak védelmet ezek a hasznos rovarok. Egy rovarszálló felállításával életteret, búvóhelyet otthont adhatunk nekik, ezért ők cserébe a kártevőket jelentősen megtizedelik. Ha azt szeretnénk, hogy minél több fajta rovar látogassa kertünket, akkor nem csak a kertben élő növények sokféleségére van szükség, de a rovarhotel változatosságára is. Minél többféle szobát helyezünk el benne, annál többféle rovar fogja meglátogatni. Fontos, hogy a felhasznált anyagok teljesen természetesek legyenek, ne használjunk semmiféle festéket vagy ragasztót. Mi ráadásul minden alapanyagát a kertünkből szedtük össze. A szerkezetet tűzifaraklapból készült, amivel kitöltöttük, pedig mindent a kertből szedtünk. A téglát évekkel ezelőtt mentettem ki a szomszéd építkezéséből, a maradék tyúkhálót is évek óta őrizgetem, majd jó lesz még valamire alapon. Felsorolok nektek pár dolgot, ami segítség lesz ahhoz, hogy milyen típusú hotelszoba melyik rovarnak lesz ideális. A pinceászkát, a különböző lukméretű téglákat, téglarakásokat keresik. A különböző lukmérettel furattal rendelkező kugli faágak, fatörzsek nem csak a magányos méheknek és darazsaknak, de a futrinkáknak és a százlábúaknak is kedvező. A vadméhek számára megfelelő költő és telelő helyet is biztosítanak ezek a lukak. A szalma közé pedig a fátyolkák telepszenek, akik előszeretettel kajálják fel a pajzstetveket, hernyókat és atkákat is. Ugyanide bújik a fülbemászó is, amelyik éjszaka vadászik és elpusztítja az elhullott rovarokat és rovartojásokat. A katicabogarak a tobozok pikkelyei közé bújnak, a korhat fadarabokat a kertipókok, a kerámia cserepet pedig a fülbemászók szeretik. A lukacsos szárú nádakba, bambuszszárakba a magányos méhek és magányos darazsak kerülnek. A fürkész darazsak pedig inkább a kéreg darabokat, fakérgeket részesítik előnben. Habár én is kicsit későn készítettem el a rovarszállónkat a peték lerakásához, de még mindig érdemes belevágni, hiszen búvóhelyre az év bármelyik időszakában szükség van.
Bízom benne, hogy fogják szeretni a kert apró lakói. Remélem, hogy ti is kedvet kaptatok egy rovarszálló beszerzésére vagy elkészítésére, hiszen nagyon fontos és hasznos társaink lehetnek ezek a rovarok a kertekben. Ráadásul jó móka is figyelni őket, ahogy beköltöznek. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett, örülnék, ha jeleznétek ezt nekem egy lájkkal. Ha pedig nem szeretnétek lemaradni a következő videómról, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. A harangjel bekapcsolásával pedig mindig értesítést kaptok majd a következő videónak megjelenésének idejéről. Addig is örömmel fogadom a hozzászólásaitokat a videó alatt. Sziasztok!